A nyári hétvégeken már megszokottá vált, hogy különböző műfajú és stílusú előadókat hívnak meg a Bocskai Múzeum udvarára. Így történt ez ebben az esetben is, amikor a népzene kapta a főszerepet. Az est vendége a Kökörcsin együttes volt, akik mellett hallhattuk a Csángató együttest is. Évek óta hagyomány, hogy a Bocskai Múzeum udvarán a forró nyári estéket a gesztenyefa árnyékában megrendezett zenés esték varázsolják hangulatosabbá. Múlt hétvégén a népzenéjé volt a főszerep, ugyanis a zenés estet a Kökörcsin együttes biztosította. A Kökörcsin együttes 4 évvel ezelőtt alakult, ebben a felállásban 3 éve működik. Az elmúlt évek során az együttes számos helyen megfordult. Ez alatt az idő alatt minden évben részt vettünk a folk hétvégén, a kis színpadon muzsikáltunk, gyakori vendégei vagyunk a táncházaknak, különféle kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, külföldön is jártunk, fesztiválokon. A zenekart a népzene iránti szeretet és a közös muzsikálás élvezete tartja egyben. Céljuk, hogy a 20. század elején összegyűjtött és rögzített népzenét bemutassák és megkedveltessék a közönséggel. Mi nem a fellépésekért, nem az eredményekért muzsikálunk együtt, hanem azért, hogy együtt muzsikáljunk. Ugye mindenki imádja ezt a féle muzsikát és zenét. Nekünk ez kikapcsolódás. Tehát mi nem azért muzsikálunk, mert, hanem azért, mert imádjuk ezt a muzsikát, jó a társaságunk együtt, hatalmasakat kacagunk, és ha úgy adódik, akkor szívesen megyünk muzsikálni is. Mely darabok állnak a legközelebb a szívetekhez? Hát elsősorban az a felállás, ahol ez a 3 hangszer együtt tud jól szólni, mint a műsorban is lehetett hallani a záró csokor egy széki csokor volt, és ugye abban a tájegységben ez a leginkább elfogadott, és ez az általános jellemző, hogy ez a 3 hangszer, a bőgő, brácsa és a hegedű muzsikál együtt, tehát ezek. Legközelebb a folk hétvégén hallhatjuk az együttest, fellépésükről a következőket tudtuk meg. Hasonló metódus alapján, ugye a 3 hangszerre alapozva fogjuk összeállítani az ottani műsort, illetve a gyerekekkel közösen lesz a citerásokkal, közösen lesz ez az idő igazából kitöltve, úgyhogy őket is szeretnénk egy kicsikét még inkább ismertté tenni, úgyhogy mi is muzsikálunk természetesen, tehát összedolgozunk egy picikét. Az est fellépő együttese vendéget is hozott magával, méghozzá a Csángató együttest. Az együttes vezetőjét arról kérdeztem, mióta muzsikálnak együtt ebben a felállásban. A zenekar főleg moldvai zenét játszik, a mai nap folyán ugye hallhattak gyimesi blokkot is. Itt ugye a két fő gyimesi hangszer szerepelt, a furja és a gardon. A zenekar tagjai, hát egy 3-tagú zenekarról van szó, általában tehát változó a zenekar felállása, tehát a Csángató zenekarról van szó. Most sajnos az egyik furujásunk nem ért el rá, és ő nem tudott eljönni, úgyhogy most 3-an voltunk ma Szoboszlón. Amit mondtam, hogy főleg moldvai zenét játszunk, és főleg táncházakat szoktunk tartani. Most ez egy külön felkérés volt ugye a zenekartól, hogy segítsünk nekik, egy kicsit színesítsük az előadást, egy furja szóval, mert hogy ők, mint mondták is a koncert közben, hogy furuján nem játszanak, bár sok hangszeren játszanak, de furuján nem, és ezért kerültünk mi most ide Szoboszlóra. Az együttes tagjai közül nem mindenki foglalkozik csak a zenével. Amikor nem zenélnek a zenekari tagok, akkor mivel foglalkoznak? Hát van köztünk, aki most pont nincs itt, ő tűzoltó, de amúgy mindenki zenét tanít, vagy táncot tanít. A dobosunk ő táncot tanít, a másik furujás, aki mellettem játszott, ő furuját tanít zeneiskolába, Debrecenbe. Thank you.
vadászkürtőt tanítok itt a zeneiskolában, és klasszikus furuját. De a népi népzene, és ez a népi furuja, a pásztor furuja pár évvel ezelőtt így megtetszett, és elkezdtem rajta tanulni. És így most már így a zenekarba is népi furuján játszom, így kerültem én végig is a zenekarba 3 évvel ezelőtt. Nem voltam alapítótag, hanem bekerültem ide. A beszélgetés során kiderült, hogy nyáron a pihenési és a felkészülési lesz a főszerep. Hol hallhatjuk a zenekart az elkövetkezendő időkben? Főleg Püspökladányba szoktunk amúgy játszani, és Karcag mellett egy pici faluba, Bucsán, de Debrecenbe is meg szoktunk fordulni, hogyha úgy van rá alkalom. Most jelenleg nincs a nyárra felkérés, most pihenő időszak van, azt lehet mondani. Köszönjük a szervezőknek és a fellépő együtteseknek ezt a hangulatos nyári estét. Legközelebb augusztus 11-én várják az érdeklődőket, amikor a jazz zenéjé lesz a főszerep.